A nap lovagja. Egy herceg reggelizett a villája kertjében. Csak kávét ivott, csak mézet evett, és közönséges tehénvajat. Milyen egyszerű, mondta a közönség, amely a villa előtt föl s lesétálva rendszerint végig szokta nézni ő fensége früstökölését. Néhány öreg kereskedőnének ez volt az összes gasteini szórakozása. Korán kelni, és diszkrét módon, de pontosan végignézni, amint a herceg eszik. Susogva, mint ahogy a templomban szokás, séta közben mind csak őt tárgyalták. Hogy tud enni? Még minden foga megvan, csak hogy sárga. Nézd azt a kenyeret, az más kenyér. Tessék elhinni, ő is jobban tenni, ha egy kis hideg rostbifet enne tejával, az könnyebb. Nagyon öreg, a család és saját fegyelmük alól kiszabadult, kissé paralitikus tőkepénzesek nem tudtak ellenállni, hogy lojális érzelmeiknek kifejezést ne adjanak, és a vasrács előtt mélyen meghajolva, hangtalan szóval jó étvágyat kívántak a magas uraságnak, aki nem haragudott, sőt, mosolyogva biccentett a fejével. Nem volt ellenére a tiszteletteljes kíváncsiság és szeretet, különben elfüggönyöztette volna a teraszát, vagy egyszerűen megparancsolja a városnak, a fürdőigazgatóságnak, hogy a háza előtt az út véget ér. De a fenség úgynevezett liberális férfiú volt, és a villában nem is a feleségével lakott. Sőt, ellenkezőleg. A szeretőjével, a jószívű és nevezetes Julival, aki neki már korán reggel betöltötte a kávét. Aki a publikumból igyekezett, az láthatta ezt a házias, de mégis szép és ünnepies pillanatot. A fenség a katonaköpönyeget levetette, a szalmakalapot fölvette, a vörös szalvétát áll alá kötötte, és hármat tapsolt. Mire Juli kijött lila vagy piros slafrokban, amelynek a szabása kissé gyermekes volt, határozottan rokokószerű. A nő friss volt. Látszott rajta, hogy jól aludt, sőt, már a sárga paróka is a fején, behajporozva, fölvirágozva, rendben. Soványodó nyakánál azonban kissé kilátszott eredeti hajzata, amely fénytelen barna volt, mint annyi közönséges, jó nőjé. Bizonyára ő vetette meg legjobban ezt a rövid, szinte férfias hajat, amint hogy esztétikai gyötrelme lehetett mindaddig, amíg reggelente magát rendben nem hozta, és magas, kerek homlokát röviddé és júnóivá nem alakította át. Fejének józan, golyószerű rajzát át nem fejlesztette arra a csecse formára, amelyet osztrák tollal rajzolók hoztak divatba, azok a művészek, akik nem a friss életből, hanem francia élc és divatlapokból merítették inspirációjukat. Juli kijött, jó reggelt kívánt, és a herceg kezet csókolt neki. Mire a nő ugyanezzel a kézzel az altvin csészébe töltötte először a tejet, aztán a kávét. Hogy mi értelme van e sorrendváltozásnak, a közönség nem értette, és éppen azért valami titkos szimbólumot keresett benne. Egyébként is a reggeli némi titokzatossággal járt. A herceg a kávé után és a méz előtt rendesen igen elmélyedt, fölöttébb komoly lett, sőt, néhány percre el is távozott. Ez alatt Juli aggodalmas gonddal kente föl a vajat ő fensége császár zsemjéjére. De nem történt semmi baj. Az úr mosolyogva tért vissza, és jelt adott az újságolvasásra. Juli olvasott fel meleg, de olyan hangon, mint amilyen a rendes katonáké az első évi szolgálat végén, amikor már megszokták a meghűlést. Csak a mindenféle és az újdonságok rovatát olvasták, politikát semmit. A nő egykori pályája kedvéért érdeklődött a színházi rovat iránt is, de a fenség rendszerint nem kért belőle. Ellenben olykor-olykor megnézette, hogy állanak a papírosok, és mint mutatkozik a termés. A reggeli 9-ig tartott. A nap ekkor elparancsolta helyéről az idilt. A herceg és párja letelepedtek a kert valamely rejtettebb és árnyékos helyére, ahol a nő szakajtokosárral az ölében,
Az idill és az élet kedvéért valamely főzeléket, babot vagy krumplit hámozott. Ő fensége egy könnyebb fajtájú német regénnyel vagy passziánsz vetéssel mulatta magát, bárha alig ha volt kíváncsi arra, hogy mit mond a kártya, kibe lesz szerelmes, kit fog elvenni. Kétszer házasodott. Második felesége élt és virágzott. A leányai és fiai is mind házasságban éltek, gyermekeik voltak. A fenség biztosan tájékozva lehetett minden őt illető földi dolgokról. Biztos lehetett abban, hogy mint igen sokszoros milliómos fog meghalni, ugyanabban a betegségben, mint az apja. Sőt, halála után való állapotjának a pontos helyrajza is ismerős volt előtte. Állandó tartózkodása Cecília nénye és egy kis öccse között lesz egy jezsuita templom sírboltjában, amely elég szellős, sőt, egy kis nap is szokott benne tartózkodni. Minden esetre jól ki van száradva. 11 óra felé a fenséges úr és barátnője útra keltek, hogy gyönyörködjenek a természetben, és hogy meghallgassák a térzenét messziről. A közönség közé, bár az viszonyukat tisztelte, mégsem mehettek. Talán úgy is leereszkedőbbek és bizalmasabbak voltak a kelleténél. De itt nem volt szegény, alpári vagy fiatal egy sem. A magukat megszedett és egyszer s mind megrokkant, minden esetre megöregedett emberek gyűltek itt össze. A hegy tetején azok jártak, akik az életben lefelé haladtak, a völgybe le. Nagyobbára kéz a kézben, mint a jó Anderson pár, meghízva, megőszülve és életkedvel teli. Július vége felé járt, és Baden-Gastein, a világnak a legkomolyabb fürdőhelye, nyüzsgött a vendégtől. Mégis az egész hely olyan elhagyatottnak, olyan mélának tetszett. Talán azért, mert aki csak itt volt, az mind lassan járt, mint akit a halálért küldenek. Ez a késlekedés azonban nem szimbólum. Azok járnak ide, akiknek rossz a lábuk, ám de a fejüktől fogvást. A korán kiélt gerincek a nagyon is kihasznált élet eljelenségei között szinte apró, de igen gyors lépésekkel törtetett keresztül egy-egy önző agastyán, aki életerejével úgy tudott takarékoskodni, hogy itt évről évre fiatalodott. A kiszáradt, megkövéredett, fehérszőrűvé és pergamenbőrűvé változott, erősen megcsonyult emberi társaságban nagy néha végig gurítottak egy-egy tolókocsit, amelyben a 70 éves Ninon de Lenclos ültek asszonyok, akiknek az arca még szép és üde, de nyakuktól kezdve nem élnek többé. A sziklákról egy-egy zerge nézett le a különös szociétásra, amely életének ravasz és erőszakos meghosszabbításán buzgolkodott. Az ergék alig, ha nem belenyugodtak már abba, hogy az agastyánok ide tolakodtak az ő világukba, és szikláik tövébe óriási hotelfészkeket vertek. A havas hegyekből kibuzgott meleg források azonban tiltakoztak, bepermetezték az arcukat, és egész nap szüntelenül zúgták a Carmen Lugubrét. Mint hiába, a gazdag is meghal, a gazdag is meghal. Az egyforma és méla zúgással nem bírt a zeneszó és a madárdal, amint hogy a hely hidegségét nem bírta fölmelegíteni a júliusi nap. Az árnyékban felső kabátban jártak, és a nagy hotel előtt a napon csak egy úr sütkérezett. Egy fiatalember lawn tenisz ruhában. Az öregek aggodalmaskodva és gyanakodóan nézték. Nem jó ember, fiatalember. Biztosan veszedelmes lump. A fiatal úr úgy látszik, érezte ezt az ellenszenvet, külön vált a tömegtől és magában gubbaszkodott. Fázott, és az élet igen kicsiny hullámokat vert benne. Legintenzívebben még arról gondolkodott, hogy mennyi ideig tarthat a pénze, és mit csinál, ha előbb fogy el, mint sem meggyógyulna. Törte a fejét, de ez sem tette valami erőteljesen. Újságíró volt, és 5 hónapi erős publicisztikai munka és szerelmi kaland után. A feje kimerült, a lába elzsibbadt,
A szíve elfásult, és még csak meg sem dobogtatta az a gondolat, hogy mielőtt igazában belekezdett volna az életbe, már is fújják számára a takarodót. A szerkesztője, hogy eljött, fölöttébb gyengéd volt hozzá, és a könyvkiadója legelőször tagadott meg tőle egy kis előleget. A nap mégiscsak átjárta, és fölmelegítette Vézna testét. Az író feltápászkodott, és otthagyta a sokadalmat. Magányos sétákra vetemedett, és ott találkozott a fenséges úrral és párjával. A herceg rossz kedvűen fordult el tőle, Júli azonban szép kis szürke szemének szögletéből enyhe, helyesebben elnéző tekintetet vetett rá. A fiatalember némiképpen fölvillanyozódott, és másnap reggel megjelent az egyoldalú szerkön a nevezetes villa előtt, ahol ő fensége reggelizett. Kétszer-háromszor elsétált a ház előtt, és amíg tisztességtudóan nézte az idilt, valami eszébe jutott, de olyan erősen, hogy csak nem kimondotta. Ha ezzel a nővel megismerkednék, barátságba juthatnék a herceggel.